Köszöntöm a Kultúrzug nézőit, és köszöntöm a stúdiónkban Kása Tímeát, akit abból az alkalomból hívtunk meg, hogy egyrészt a férjét már köszöntöttük itt, Igen. és ő Zuglóról írt egy verset, mert hogy Zuglóban lakik, és mint kiderült, hát ez egy művész házas pár, hisz Kása Tímea színésznő, Igen. És ráadásul a legutóbbi időben a férjének a darabját is játszotta. Ez így van, én is szeretetlenül köszöntöm a nézőket. Igen, Rolandnak a darabját játszottuk most ebbe az évadba, csináltuk meg a budapesti bemutatóját. Ennek egyébként van egy előzménye, még 2020-ban a Gyulai Várszínházban mutattuk be legelőször, akkor volt az ős bemutató, és a rendezőnk, Formanek Csaba pedig most, hogy nem olyan rég egy saját helyet szerzett a Rádai utcába, és megnyitott az a színház, ott adtuk elő a Rolandnak a darabját. Aminek a címe? Farkasok. Igen. Farkasok. És akkor gyakorlatilag a Rádai utca, ez egy új terület, új helyszín az életünkben? Vagy az, hogy összerázódott most ez a társaság? Tulajdonképpen a Rádai utcában ott azért több új, kisebb színházi kezdeményezés, és már régebbi társulat is van, de én nem társulatként említem ezt a tehát ez már a színészi létnek egy újabb formája, ugye? Igen, hogy darabra szerződnek az emberek. Igen. Na, erre akartam kiukadni, csak olyan bonyolultan kérdeztem, elnézést. Igen, tehát én is független előadó vagyok, szabadúszó vagyok, ha így is tetszik. És színészként szabadúszónak lenni? Én újságíróként megéltem egy párszor a szabadúszóságot. Milyen színészként? Hát vannak kihívásai, és vannak nagyon jó oldalai. Tehát az, amikor saját maga rendelkezik az ember az idejéről, és arra, hogy kivel és hogyan fog dolgozni, az a jó oldala. Igen. A nehezebb oldala természetesen az, amikor vagy a munkák egymással összeérnek, vagy automatikusan jönnek a darabok. Vagy pedig, hogy ritkábban esetleg vannak olyan időszakok. Úgy azért a Covid időszak egy olyan időszak volt, amikor sok kérdés felmerült mindenkiben, hát én azt gondolom. És a művészeket meg abszolút különösen nem tudták támogatni. Igen. És ez egy nehéz időszak volt. Igen, megjegyzem, hogy nekem, hogy így mondjam, szerencsére ez egybeesett nekem a gyerekvállalás időszakával, és most egy két, tehát úgy mondanám, hogy 2 évet nagyjából így leálltam, de hogy hát három akkor ez és, három és fél éves. Egybeesés volt. Igen, akkor, igen, 3,5 éves a kislányom, nem sokára 4 lesz, és pont az az időszak, amikor egyébként már gondolkodtam azon, hogy bölcsödébe adni és visszaállni, akkor ütötte fel a fejét a Covid, és akkor ez tulajdonképpen eldöntötte az ő bölcsödei nem tartózkodását, hanem otthon tartózkodását, és amúgy meg valóban nem olyan egyszerű lett volna azt az időszakot egyeztetni bármelyik színházzal. Hát igen. Az egyik utolsó előadásuk az Iskola példa, ugye, ha jól igen követtem a dolgokat, és azért ez olyan kiállás, és úgy tűnt, hogy kiállás a tanárok, a pedagógusok mellett. Igen, ez tulajdonképpen egy jövő évi darabnak a felolvasó színházi estje volt, ami nem olyan rég, múlt héten, május 25-én történt meg a... Jaj, ez volt ez a jótékonysági előadás. Igen, igen, és ez a Fém Színházban, Fém Arts and Café, ez a teljes neve a helynek. Minden esetre a jövő évi darabot készítjük elő. És már ezt is sikerült ilyen formában, hogy jótékonykodtak az emberek? Igen, 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 hál' Istennek ez egy jól sikerült est volt. És a témája ennek a darabnak? Természetesen a pedagógus lét és a pedagógus társadalmon keresztül egy magyarországi társadalomrajz, ha lehet így mondani, egy abszurd darabról beszélünk. A tanárokon keresztül sok minden másról is van szó. Ők inkább csak szimbolikus figurái a szerző mondani valójának. Mert miért csak szimbolikusak? Tehát az iskola példa, szóval, hogy több életforma, több embertípus itt tulajdonképpen iskola példa?
Én azt mondanám, hogy itt arról van szó, hogy egy iskolának a bezáratása, vagy nem bezáratása, Aha. ezen belül a Gondolhatunk mondjuk a kultúra. színművészetire is akár? Lehet ilyen asszociáció is, nem egy asszociációra haj az úgymond a darab, tehát rengeteg konkrét esemény is lehet ennek igen, a, vagy a az CEU-t is apropója. Említhetném, ugye, mint igen, azt is de úgy általában az, hogy a kultúra szerepe a társadalomban, és úgy általában nem csak akár a magyar társadalomban, hanem felteszi számunkra is a kérdés, mint akár magánembernek is, hogy szeretnénk mindazt továbbadni, amit mi akár megtapasztaltunk, akár úgy érzünk, hogy értéknek számít számunkra, és ennek milyen módjai lehetnek, milyen továbbadási módjai lehetnek. Szóval, hogy elég széles a terület, amit tulajdonképpen letapogat. Tehát mert ezek az értékek úgy érzik, hogy nem nagyon érvényesülnek, nehéz érvényt szerezni? Én azt gondolom, hogy az iskola ügy egyébként egy olyan téma, ami minden társadalomban, minden társadalmi berendezkedésben kérdéseket vet föl. Az, hogy hogyan, és hogy egyáltalán legyen-e, és hogyan legyen, ez minden pillanatban ezt újra kell fogalmazni. Valóban, tehát abban a formában, ahogy ott és abban a közegben az iskolának az elképzelése felmerül, az lehet, hogy nem folytatható. De ennek egyébként nem csak negatív kicsengései vannak, hanem akár pozitív kicsengései is. Na, mondjon pozitívan, azt jó hallani. Abszolút. Tehát, hogy mi az, ami működőképes a mai világban? Kit hibáztatunk akkor, hogyha valami nem működik? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy nem csak egy kollektív üzenetet fogalmaz meg ez a rap, hanem így mindenkinek a személyes felelősségét, kérdését, és a személyes válaszát hívja, vagy provokálja elő, én azt gondolom. És azért még visszaugranék egy picit a farkasok darabhoz, az Acsai Roland farkasok darabjához, mert ugye említette itt az értékeket és az értékek megbecsülését, és azért ebben a farkasok darabban is ugye a 40 évesek egzisztenciális, vagy akár lelki és értékbeli problémái is felmerülnek, illetve ugye a darabnak ugye szimbolikus része az alma, igen. És úgy fölmerül a kérdés, az első és az utolsó pár lesz, szóval, hogy ez hogy lehetnek ezt igen. kibontani. Igen. Roland, amikor írta ezt a darabot, egyébként akkor a mi kapcsolatunknak a kezdete volt, megjegyzem. Ez egy zárójeles megjegyzés, bármikor történtett volna, csak hogyha már itt erről beszélgetünk, akkor azt is szívesen elárulom a nézőknek. Tehát, miért a darab tulajdonképpen a te ihletésedre is született? Vagy akkor már meg volt? A találkozásunk és a kapcsolatunk ihletése, ez biztos. Tehát rólunk szól. Ez érdekes. Igen, igen, igen. Igen. De természetesen sokkal nagyobb magasságokat is bejár ez az egész, abból a szempontból, hogy egy mindenkori férfi és egy mindenkori nőnek az egymásra találásának az öröme és nehézségei, és az annak a kérdésnek a bejárása, hogy hogyan, hol vagyunk mi otthon, mi az az otthon, amit mi megteremtünk, az ebbe a világba van-e, az hogyan áll össze két teljesen különböző történetű emberből, egy férfiből és egy nőből, pedig úgy általában. Gondolná az ember, hogy ti, mint művészek, azért közel vagytok egymáshoz világnézet, meg életforma tekintetében. Személyesen ez valóban, tehát minket ez nem azt mondom, hogy természetesen, mert ez akár szétválasztó is lehet életformailag, vagy bármi, de nálunk ez hál' Istennek jól működik, hogy hogy mind a ketten a művészet területén dolgozunk, és az alkotó... Egymást is inspiráljátok ráadásul egyrészt, valószínűleg. Főleg egy kapcsolat elején, de hogy valóban, tehát ez mindenképpen összeköt minket, de azt mondom, hogy ez nem feltétlen csak két művész párról szól, hanem egyáltalán inkább onnan válaszolnám meg ezt a kérdést, hogyha a Madács az ember tragédiája című művet nézzük, egy kicsikét a szerkezete, hogy így mondjam, hasonlít rá, tehát
A történelem viharain, ez ott a a történelem Párizs. viharain vonult végig Ádám Éva, és az Isten kapcsolat, és a gonosz, az ördöggel való párbeszéd valahogyan, hogyan vonul végig a történelmen. Itt most nem a történelmi színeket veszünk, hanem a hát, bűn felől, hogy vagy nem természetesen a bűn, mint fogalom felmerül. Ugye már az almánál, ugye rögtön fölmerül igen, igen, az a almánál kérdés. Ebbe hozza ezt igen, igen, a mondani valót is, de én inkább úgy mondom, hogy a különböző teremtés kísérletek történnek meg az egyes epizódokban, hogy így mondjam, vagy egyes, hát nem mondanám, hogy felvonások, mert gyakorlatilag ez egy felvonásként, szünet nélkül, már 1 óra 20 perces körülbelül ez a darab, tehát nincs, nem felvonásokra osztható, de amikor mi dolgoztunk a Rolandnak az eredeti szövegével, akkor ott természetesen voltak színek, ugye, és így mindegyik egy-egy szín, egy-egy teremtési kísérlet ennek a két embernek, vagy a múltnak a feldolgozási kísérlete. Egy nagyon érdekes... Tehát, mert egy 40 éve szemszögéből, ugye? Igen, inkább tehát ez azt is mondanám, fontos. Hogy 40 éve, ez fontos, igen, mivel 40 évesen van ott az ember, én azt gondolom, hogy ez nagyjából azért minden embernek az életében így van, ha megéri, hogy... hát, igen, igen, ebben a covidos időszakban. Igen, igen, ez is egy fontos dolog. Szóval azért ott tartunk, hogy már sok minden van az embernek a... puttonyába, hogy így igen, mondjam. Sok-sok kincs, és sok-sok akár fájdalom, nehézség, és harc, és küzdelem. Sok-sok tapasztalat, és az a kérdés, hogy most érdemes-e felülélni bizonyos tapasztalatokat, vagy hogy felejtsünk el, vagy van-e ilyen, hogy felejtés, és egyébként ez a felejtés, mint olyan, ez is egy nagyon fontos része ennek a drámának. Tehát, legutóbb a Roland, mikor készültünk a következő előadásra, olyan érdekes volt, mert így azt mondta nekem, hogy Timi, elmondom neked még egyszer, hogy számomra most mi a darabnak a lényege. És azért ez egy könnyű dolog, hogyha az ember így tud megindulni egy előadásnak. Igen, 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 mert azért itt is sok-sok történetvezetés van. Minden esetre fontos, hogy mi azért az, ami... van egy szál, ami átköti igen. az egészet. Na igen. És mit mondod? Roland akkor azt mondta, hogy az nagyon fontos, hogy a farkasok szimbolikája az a bennünk rejlő farkasokról is beszél. Ugyan bele van véve itt egy kicsit az északi teremtés történet az északi mitológiának a Ragnarök, a világ vége képei. Ezt most megint zárójelbe teszem, mert lehet, hogy egy kicsit túl bonyolódik így a dolog, de minden esetre ez átírva a mi előadásunkra azt is jelenti, nagyon leegyszerűsítve, hogy a bennünk levő farkas az vajon a bennünk levő rossz. Igen. Mondjuk így, vagy legalábbis az vagy az ösztönlény, vagy a igen. hirtelen indulat. Az az ösztönlény, aki mindent szeretne, és meg szeretné, fel szeretné falni a világot, és akkor akár a másikat is, a szerelmétől átfűtve, vagy a tudásától átfűtve néha, vagy akár bármitől éppen átfűtve. Ez az ösztönlény, hogy tud mégis együttműködni a megszerzett tudással, és mégis elfogadni azt, hogy ez a dolog, ez a farkas, a farkasok bennünk laknak, ugyanakkor, tehát ugyanakkor ez másra sem vágynak, mint hogy megsimogassák őket. Igen, tehát a szelidítés folyamatáról is szól. A szelidítés folyamatáról is a bennünk lakozó szó. Ördög és a szelidítés folyamat. Az ördög és a farkas egy kicsit azért más. Tehát én azt gondolom, hogy a farkas és az ösztönlény, és abban van egy kis, a farkas, mint kép, a Roland nagyon fontosnak tartott, hogy a farkasnak az esztétikáját is emeljük ki. Tehát az emberi lénynek az esztétikája az is fontos mindenféle szinten. Tehát, hogy itt nem csak a bűn és jó fogalom, hanem egyszerűen az, hogy a vágyaknak a megszelidítése és munkába a fogása. Ez akár mondjuk Vörös Sándornál, hogyha most a Vörös Sándor életművet veszem, ha lehetek ilyen szerénytelen, ott nagyon sokszor beszél a sárkánynak a megszelidítéséről. Most ez egy másfajta szimbolika, az is az egy keleti szimbolika, de én most a Roland világából emelném ki, ott a farkas szimbólum
egy kicsit nem, vagy akár, hogy így mondjam, nem a jó és a rossz oldalra közelítve, de mindenképpen egy megszelidítésről és a világnak a megteremtésé és az újrateremtéséről van szó, arra, hogy hogyan lehet élni ezen a földön úgy, hogy életet adunk, és életet vigyázunk. És akkor persze itt is bejön az, hogy nekünk aztán megszületett nem sokra rá a kislányunk, és ezek a kérdések, hogy hogyan lehet otthon teremteni, ez egy nagyon fontos téma szerintem a 40 éveseknek, és az újrakezdőknek, de egyébként a 20 éveseknek is, és a 60 éveseknek is. Csak szerintem ez a 40 éves korba, az újrakezdés időszakába, vagy kibontakozás időszakába, én azt gondolom, hogy ez igen, ez amikor az ember fontos. Azt gondolná már, hogy már valahova eljutott, de mégis egy pontra érkezik, hogy lehet, hogy újra kell gondolni, vagy igen, más igen, formában. Igen. Kása Tímea, nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget. Örülök, hogy a jótékonysági előadás végül is meghozta az eredményt, a dolgok mennek tovább, a maguk rendjén remélhetőleg. Igen. És igen. További és a színház is él tovább. Így van, és további sikert kívánunk. Köszönöm szépen, minden jót kívánok én is mindenkinek.